Sziasztok, én Renátó vagyok, a mai videó pedig egy észbontó számítógépről fog szólni, amihez hozzáfogható ennyire megérős tech -ütyük. tehát most nem csak számítógépekről beszélek, hanem bármilyen tech -ütyüről. még ez idáig nem próbáltam, és ez pedig a Mac Mini N4-es hogyha a külföldi teszteket már megnéztétek, láthattátok, hogy mindenki odáig van érte. Kevesebb, mint 300 ezer forintért megvásárolható, diákoknak 250 ezer forinttól, és ez a gép ilyen aprócska, de mégis egy igazi erőmű. Eszméletlen árérték aránya van, és az ára miatt kifejezetten elérhető a többségnek. Megjelenése óta használom, ezen a gépen dolgozok minden nap, ezen vágom a videókat is, és Hát ezt meg kell venni, észbontó, tényleg zseniális. Pár perc hitetlenkedés jön most, kezdjünk! A specifikációkkal indítok 3 nanométeres M4-es csíp a szíve, alapkivitelben már 16 giga rammal. A tárhely 256 giga, portok terén pedig Ethernet csatlakozó, HDMI 2.1, 3 darab Thunderbolt 4-es port, 2 darab USB 3-as port, valamint 3,5 mm-es jack az alapszint. Aztán persze sok pénzért lehet rajta módosítani RAM és tárhely fronton, de van egy M4 Pro csipes variáns is az igazi profi felhasználóknak. Ott 24 GB az alapra, 512 GB az alap SSD, és tenderbolt 4 helyett tenderbolt 5 csatlakozókkal van szerelve de a Pro modell jóval drágább, és csak az esetek nagyon pici százalékában éri meg megvásárolni. Ellenben ez az alapmodell alapkiszerelésben brutális árérték arányt kínál, ami bármilyen otthoni vagy munkahelyi környezetbe tökéletesen beleillik. Mutatom a kicsomagolást. Szokásos epül kartondoboz, ami szétnyílik, majd benne a mini dobozkája. Letépős megoldás, semmi műanyag, csak papír egyből a gép fogad, ami, hát nézzétek meg milyen pirinyó, igazából a tenyeremben is elférne. Nincs a gépen kívül semmi más, csak a tápkábele, ami egy minőségi szőtés és kellően hosszú megoldás, valamint egy kis tasak benne az üzembe helyezési útmutatókkal, és ennyi. Az üzembe helyezés az pedig meglehetősen egyszerű, igazából csak be kell dugni a hálózatba, rá kell kötni egy monitort, egy egeret és egy billentyűzetet, és meg is vagy, be is kapcsolhatod, bejelentkezel és használatra kész. És igen, itt van a nagy fikázás cunami, az egyetlen dolog, amit szídnak a minivel kapcsolatban, a bekapcsoló gomb elhelyezése, ugyanis a gép bal aljára került. Hát ez tényleg jó nagy baromság ergonomiailag, viszont nem nagyon kell nyomkodni, mert a meket általában mindenki alvóba rakja, hogyha nem használja legalábbis ez így van kitalálva, és csak egy billentyű nyomására vagy egér kattintásra felébred. Én is így használom, egy hónapja megvan, eddig csak kettőször nyomtam meg azt a fránya gombot, amikor ugye először bekapcsoltam, azóta pedig csak alszik, másodszor pedig akkor, amikor a vágóképek miatt kivettem onnan a helyéről, hogy ugye le tudjam videózni, szóval ezzel semmi gond nincs, de egyébként kicsit kell csak így megemelni hozzá, hogy hozzáférhető legyen a gomb. És itt gyakorlatilag meg is áll a gép negatívuma, gyakorlatilag a többi tulajdonsága csak pozitív. Nézzük a külsőt hát ekkora helyet foglal el az asztalon, gyakorlatilag egy iPhone hosszabb nála. Én betettem a monitor alá. Ez itt az alap M4-es változat, tehát elő van két darab USB 3-as portja, egy visszajelző LED egy jack, hátul pedig ugye a három Thunderbolt 4-es, a HDMI és az Ethernet. Portok terén szerintem ez elég, nálam kettőnél több USB-C eddig nem is volt használva egyszerre, de egyébként egy microSD olvasót azért még elfogadtam volna, Na, de az továbbra is csak a Mac Studio sajátossága. Van benne egyébként egy hangszóró is, ami alaphasználatra, videónézésre és hangjelzésekre éppen elegendő, de azért komoly hangerőt, vagy térhangzást, vagy basszust ne vár tőle, én is fogok majd hozzávenni egy komolyabb hangrendszert. Az egész gép kicsit több, mint fél kiló, és amúgy gyakorlatilag zsebre vágható. És ilyen méretek mellett durva, hogy mekkora erő van benne, mennyire gyors, mennyire energiahatékony, mennyire csendes, és mégiscsak Ennyibe kerül. Hogyha ilyen teljesítményű gépet magad szeretnél összerakni, akkor az vagy jóval nagyobb lesz, és ennek a sokszorosát fogja fogyasztani, és jóval drágább is lesz. Ha pedig ennyire pici gépet szeretnél, akkor annak sehol sem lesz a teljesítménye ettől. Én legalábbis semmilyen más mini PC-t nem tudok, ami ezt hozza, főleg nem ennyi pénzért. Tehát fantasztikus tényleg. És uh, mi is ez a teljesítmény? Hát gyakorlatilag az, hogy minden instant történik a használata közben, a 16 GB ramnak köszönhetően már a multitasking is pofon egyszerű, sehol nincsen akadás, sem vállalkozás. Egy átlagos felhasználó csak annyit érez ebből, hogy minden azonnal történik, és a használati élmény az rendkívül sima, mint uh, mondjuk egy iPhone 16 pro -n. De nézzük például a böngésző teszt eredményét, 46 pont a Speedometer 3.0-as olyan. A MacBook M3 Pro-mat is veri, ami sokszor ennyibe kerül, hát elég reszpozív, és nézzétek meg a többihez képest. És hogyha egy kicsit komolyabb felhasználást kap mondjuk képszerkesztést, pixelmátor, Photoshop, Lightroom, vagy akár videóvágás 4K-ban több programok írása, ezek a feladatok meg sem kotyannak neki, némen, természetesen akadásmentesen megold mindent, akkor is, hogyha egyébként közben egyszerre több mindent csinálsz. Én ezen a gépen szerkeztem a fotóimat, ezen vágom meg a videókat, és valsima, közben a multitasking is gond nélkül megy. Persze az export idő, ahol azért a GPU is nagyon kell, ott nyilván lassabb, mint a Pro gépek, de ez nem is prógép, így is pár perc alatt kirenderel nekem egy 4 k projektet YouTube-ra. Lefuttattam a szokásos 4K-s iMovie projektemet, hogy mennyi idő alatt exportálja ki, szintén az M3 Pro szintjén van. Megnéztem az általánosan elfogadott benchmark programokat is, és elképesztő számokat kaptam CPU-ban, például single core teljesítményben, Geekbench-en, ez a leggyorsabb meg, de Cinebench is durva számokat hoz, Nézzétek meg, milyen asztali CPU-kat nyom le! lazán gyakorlatilag az M1-es Max csipet is simán lenyomja a prociban, meg rengeteg komoly asztali CPU-t is, miközben itt ugye 40 wattos TDP-ről van szó. Hát ez a chip ultramodern, 3 nanométeres technológián készül, és jelenleg ez a legjobb teljesítmény per energiaigény esetén az egész piacon, és ez a kis pici házikó a benne található hűtésrendszerrel úgy tudja kordában tartani, hogy közben gyakorlatilag hangtalan, stresszteszt alatt is csak akkor hallasz némi levegőmozgást, hogyha a fejed konkrétan oda nyomod mellé. Elképesztő. A nem pro variáns GPU teljesítményben benchmarkokon körülbelül az M3 Pro chip alatt van egy körülbelül 20%-kal, ami azért eléggé combos, az előző generációs alapvariánsokat pedig nagyon ott hagyja, például az M1-es Mac Minihez képest körülbelül duplája itt a grafikai teljesítmény. Egy dologra nem alkalmas a sima M4-es, a-kategóriás játékok élvezhető futtatására, viszont a kevésbé gépigényes, de akár 3D játékokat is simán elfuttatja. Az Apple demójában is például volt szó a Death Strandingről és hasonlókról. Én nem játszom mac és nincsenek is mac játékaim, de például a Mr. mac letesztelt 10 címet, akit érdekel, csekkolja nála. Az SSD-k is egészen gyorsak, a file másolások villámgyorsan történnek, de a Pro modelleknek itt egyébként azért majdnem kétszeres az előnye. De tényleg, tehát még egyszer elmondom, 300 ezer forint alatti mini számítógépről beszélünk, ami gyakorlatilag teljesen hangtalan és alig fogyaszt áramot, közben pedig bődületesen erős és kompetens. Hivatalosan max. 65 watt lehet a fogyasztása, de még stresszteszt alatt, benchmark tesztek alatt sem tudtam mérni ahhoz közeli értéket. A legmagasabb áramfelvétele egy nagyon rövid időre 46 watt volt a fogyasztás mérőm szerint, de magas terhelésen is bőven 40 watt alatt marad, általában inkább 30-hoz közel, Átlagos használatkor sima netezés, böngészés és YouTube közben pedig ilyen 7-15 watt között hogyha pedig egyáltalán nem nyúlsz hozzá, akkor körülbelül 3-4 watt, ami brutális. összehasonlításképp az AMD 5600X-el szerelt CPU teljesítményben jóval gyengébb pc egy YouTube videónézés nézés közben is la lazán benyel 100 watt körül, ami hosszú távon pedig a villanyszámlán is eléggé meglátszik. A megjelenítő csatlakoztatási lehetőségek is most már bőségesek ennél a szériánál. Akár 3 darab 6 kijelző, plusz egy 5K-s mehet egyszerre 60 hz vagy egy 8K-s két 5K-s kijelzővel 60 hz vagy egyszerre két 5K-s 60 hz és mellé egy 4K-s 240 Hz-en. És... Ez ugye az alapmodell. Az én 160 Hz 4K-s monitorom meg sem kotyan neki nyilván. Ezek a specifikációk szerintem bőven kimerítik a megfelelő kijelző ellátottság kérdését, meg még ugye ezek mellé vezeték nélkül mehet akár iPad kijelző kiterjesztés is. Hát az oprendszer az pedig ugye olyan, amilyen, uh, most épp a 15.1-es macOS a legújabb. Most már egyébként sokkal okosabb, mint korábban, végre megoldották az ablakok ilyen mágneses megoldását is. Ja, és hogyha angol nyelven használnád, akkor már elérhető rajta az Apple Intelligence, ami fejlett íráseszközöket, eszközöket, szövegés, e-mail összefoglalókat, vagy képgeneráló eszközöket is magában foglal. A Mac OS legjobb része még mindig a hatékonysága, valamint hogy szuperül együtt dolgozik más Apple termékekkel, legyen szó iPadről, mint másodlagos kijelző, vagy iPhone-ról, amiről bármi beilleszthető ide, vagy AirPods, amit amint kinyitod, felcsatlakozik rá, vagy akár homepod mini, amire ki tudod küldeni a zenét azonnal. Én alapvetően nem is akartam ö, tesztet készíteni erről a gépről, mert a sajátom és csak használom, élem az életem vele, és dolgozom rajta, de ennyi pénzért annyira jó, hogy ezt mindenképpen meg akartam veletek osztani. Ennyi pénzért ezt a számítógépet ajánlom leginkább annak, aki egy nagyon gyors, keveset fogyasztó, pici és hangtalan számítógépet venne, és nem akar félmilliót költeni rá. És hogyha esetleg programozó vagy, vagy fotós, képeket szerkesztesz, ne talán videókat vágsz, még akkor is bőven, bőven elég neked ez a gép, kár ennél drágábbat keresni, évekig elegendő lesz ez az erő, ami benne van. A 300 ezer forintos ára brutálisan olcsó ahhoz képest, amit kapsz érte, pláne oktatási kedvezménnyel úgy ugye 250 ezer diákoknak, tehát ez kihagyhatatlan. Az Apple azért ugye szokásosan megpróbál a drágább konfigra terelni, de ott aztán az árak azok, amik észbontóak, csak a tárhely duplázás 100 ezer forint, hogyha alapfelhasználásról van szó, hagyhatod simán 256-on, körülbelül ilyen 215 giga helye gazdálkodhatsz az oprendszer mellett, és veszel mellé egy jó külső ssd töredék áron, hogyha kell a hely. Én 512-es tárhelyjel vettem, de csak azért, mert én elég sok programot használok egyszerre, de a videókat eleve a külső ssd vágom meg. A RAM bővítés az pedig teljesen szükségtelen, egy megnél a 16 giga is bőven jó, simán tudsz videót képszerkeszteni és böngészni is egyszerre. A 24 és a 30 kg opciónak pedig olyan nevetséges ára van, hogy tényleg hozzá se nyúljatok. A 10 gigabites Ethernet csati 50 ezerért pedig megint csak egy teljesen felesleges extra. Nos, ennyit gondoltam elmondani erről a gépről. Hát remek, imádom és ajánlom bárkinek, akár komolyabb felhasználásra is, simán bírni fogja. Aki pedig tényleg nagyon extrém terhelést adna neki, komoly videókkal dolgozik, 8K-ban, 3D modellezik, vagy 3-4 4K-s streamettől egyszerre a gépre, na neki fog kelleni a Pro modell. Ti mit gondoltok róla? Vennétek ilyet? Vagy van már? Mik a tapasztalatok? Beszéljük meg a komment szekcióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, vagy hasznos volt, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még további tech tartalmak. Köszönöm szépen, legyen szép a napotok, sziasztok!